Itt állunk a homokasztal mellett, ahol a következő földrajzi kísérleteket, modellezéseket fogjuk végrehajtani. A belső erők, a vulkánosság, a kőzetlemezek mozgása kiemelkedéseket hoz létre a Földön. Azonban ezek a kiemelkedések egy idő múlva lepusztulnak. Milyen erők pusztítják le a Föld kiemelkedéseit? Igen, jól mondtátok, a külső erők, azaz a szél, a víz, ugye a csapadék, a folyóvíz, a tenger, a jég munkája pusztítja le a felszínt, illetve épít újabb formákat. Ezekből fogunk egy párat most megvizsgálni, illetve megpróbáljuk modellezni a szél, valamint a csapadékvíz és a folyóvíz munkáját. Először is a homokasztalon simítsuk el a homokot úgy, hogy egy egyenletes felszínt kapjunk. Ha ezt megtettük, akkor a szelet most egy hajszárítóval fogjuk helyettesíteni. Kapcsoljuk be a hajszárítót, és helyezzük a fúvókájával homok fölé, és nézzük meg, hogy milyen munkát fog a szél végezni, mit fogunk tapasztalni, hogy mozdul el a homok, és utána megnézzük, hogy milyen formákat látunk a homokon. Most akkor beindítom a hajszárítót. Mint jól látható, a szél, azaz a hajszárító levegője felkapta a finom port, és messzebb szállította. A nagyobb szemcséket viszont csak egy kicsit halmozta át. Ha megnézzük, ahova irányítottuk a hajszárítót, tehát ahol a szél a legerősebb volt, ott mélyedést hozott létre. Ugye ezek a természetben a szél a puha kőzetet, a jól átmozgatható homokot kifújja, és itt deflációs mélyedéseket hoz létre. Ezeket egy kicsit odébb terítette, itt most ugye nem volt akkora mennyiségű légmozgás, hogy itt komoly homokformákat tudott volna építeni, de azért egy picit hullámos felszín, homokfodrok látszanak a homokasztalon. Most ezt a kísérletet úgy fogjuk megismételni, hogy nem lesz teljesen csupa, szabad homokfelszín, hanem növényzetet fogunk elhelyezni rajta, száraz fűcsomókat, és ezek a száraz fűcsomók fogják nekünk modellezni a felszínt borító növényzetet. Azt fogjuk megvizsgálni, hogy máshogy hat-e a szél arra a felszínre, amelyet növényzet fed, vagy ugyanolyan munkát tud rajta végezni, mint a szabad felszínen. Elhelyezem ezeket a fűcsomókat. És ismét bekapcsolom a hajszárítót. Mit tapasztaltatok, mit láttatok? Hogyan mozgott a homok a fűcsomók mellett? Igen, az jól látszott, hogy a fűcsomók mellett a homok körbe haladt, körbe mozgott, a szél körbe fújta ezeket a fűcsomókat, és amint látszik itt, a fűcsomó köré rendeződött, illetve mögötte halmozódott fel. Ugye ilyen úgynevezett kényszerformák jöttek létre a fűcsomó körül. Ha felemeljük a fűcsomót, ugye emeljük fel a fűcsomót, akkor azt látjuk, hogy alatta a homok
nem pusztult le, nem fújta tovább a szél. Tehát a növényzet, ugye ha elemeljük a fűcsomót, látszik, hogy kicsit magasabban van ez a terület. A növényzet megvédi a homok felszíneket a deflációtól, a szél pusztító munkájától. Ugye ezzel a két kis modellezéssel a szélnek a pusztító munkáját, a deflációt tudtuk jól bemutatni, és azt, hogy ahol a növényzet borítja a felszínt, ott a növényzet megvédi a felszínt a lepusztulástól. Ugye ez gazdaságilag is előnyös, hiszen ezeken a területeken, ahol gyér a növényzet, a legnagyobb veszély az, hogy a homok terjeszkedik, a sivatag terjeszkedik, ugye a mezőgazdasági területek rovására. A szél különböző mértékben pusztítja az eltérő keménységű kőzeteket. A kemény kőzeteket kevésbé, a laza homokot természetesen jobban képes mozgatni, pusztítani, elfújni. Éppen ezért, ahol kemény kőzet borítja a felszínt, ott megvédheti a lepusztulástól. Helyezzünk palás kőzet darabokat a felszínre, és próbáljuk meg hajszárítóval körbefújni őket. Ha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ezek a keményebb kőzet darabok megvédték az alatta levő homokot, és úgynevezett deflációs tanúhegyek képződtek, amelyek a korábbi felszín magasságáról tanúskodnak. Természetesen itt nem valami óriási hegyekkel kell gondolni ezen a homokasztalon, hanem mikroformákra, hiszen itt mindent kicsiben játszunk le, ami a természetben nagyban történik.